De ezt elindul-e, de nem. Elindult. Jó van. Sziasztok, sziasztok, itt mi a Ru. És visszatértünk ebbe a csodálatos játékhoz. Hajamról csak annyit, hogy gondoltam a videó előtt pihenek még egyet, de igen, el is aludtam. Úgyhogy pihentem. És olyan meleg van, hogy mindjárt rám gyullad minden. De hát, ez van. Úgyhogy kicsit szétaludtam a fejemet, de gondoltam, én ezen már nem javítok semmit. Mit javítsak? Jó lesz ez. Jó lesz? Engem úgyse érdekel. Na! Így is nagyon fantasztikusan, csodálatosan le fog vinni a játék az életről. Úgyhogy... nem baj, majd haját mosok. Hát, ha segít. Az arcom, az ábrázatomon. No! Hát akkor igazából... nincsen más teendőnk, mint hogy... igazából folytatni. És varázslat. Bekapcsoltam magam mögött a fényeket. Úgyhogy... igazából szerintem ez a játék már az utolsó lesz. Szerintem az utolsó rész. Sőt... valószínűsítem, hogy igen. Úgyhogy... hát... nem tudom, hogy... hogy igazából... hogy is mondjam... mit kell csinálni. De... eddig is kitaláltuk. Szóval... megint gondolkozok, hogy 5 órát. Azt is kivágom, azt az 5 óra hossza gondolkozást, azt akkor... megvan oldva a helyzet. Na! Szóval ott adottunk, hogy a gyerektől... nem is értem. Elvettem azt a gömbizébigyót. És akkor... mit kell használni? Értem. Ja igen, és a nőci... a nőci az egész házba... így dir... lekapcsolta a villanyt. Úgyhogy ez csodálatos. Úgyhogy ez így ilyen szoporroller, amire most felültünk. Azt ennyi. Na, és mit kell csinálni? Hát! Van ez a cucc. Van benne valami. Na már most... ami segít... micsoda, mi volt odaírva? Le kell, lennie kell mennek a garázsba, ami segít összetörni, vagy mi? Ja, jó! Akkor most a gyerekek, lemegyünk a garázsba. Hát ez nagyon fantasztikus. Ó, te... hát itt kapok szívinfarktus görcsöt. Jó van. Hát... itt rákapcsolunk a sebességre. Ah, ott a satú. Jó lesz. Mondom, rájövünk út közben. Kú mozgat. Nem tudom. Nem akarom megvizsgálni, hanem bele akarom. Ja. Csak közel kellett volna menni, de mindegy. Be kell vennem egy gyógyszert is, mert látszik az agyam. Oh wow. Oh wow. Jó. És mi ez? Különös... micsoda!
Nagyon jó. Ó, de jó. Oké. Így kell beállítani a... Ki kell nyitni az ablakot? Jó van. Jó, akkor be kell menni abba a szobába. Viszont beveszek egy gyógyszert, mert ideg állapotban vagyok, Móni. Jó. És ez melyik szoba volt? Nyad már meg. De már megint kezdődik. Van még egy gyógyszerem, hát az nagyon nem lesz jó. Na mindegy. Amúgy nem tudom, hol van az a szoba. Szóval szerintem lehet, hogy tök szar helyre megyek. Vagyis emlékszem, de nem úgy, hogy tudja az egyik oldalt, vagy tudja a másik oldalt van. Én csak sejtem. Talán itt lesz. De még ki se nyílt. Szerintem azt hiszem. Persze, hogy nem. Minek nyílt volna? Ez nem az. Ezt ki mondta, hogy becsukhatod? Ott van a lúvnya. Gyógyszerek kellenének igazából. Már nagyon nagy baj lesz. Jó van, hát szerintem akkor nem itt van. Ugye visszazuhanok a másik térre. Csak most nem látunk semmit, mert... Nem tudom. Ja, de hülye vagyok, miért mentem át? Hát itt van, itt kimegyünk, és akkor itt lesz izé. Ó, de bolond vagyok. Ó, Istenem. Ha a suttyóság fájna, hát itt van jobbra. Na! Itt van fény. Lélegzés. Na, és akkor... megvizsgál, elolvas. Azt mondja, hogy 6 óra, aztán 6, mi? Az egyik 6 óra, a másik fél 12, aztán van még egy fél 4. Jól van. Kicsi mutató, így 6 óra. És akkor... nem jó. Így. Egyszer.
Jó. Azt hiszem, ha jól olvastam ki a dolgokat. Ja, Istenem már. Elbasztam. Kihív. Most nem tudok, nem érek rá. Sorry. Jó. Hát elméletben így van. Na. Tehát 6 óra. A francokat! Hát hülye vagyok. Nem, ott nem 6, ott fél 10. A kicsi... Ó, de hülye vagyok. Nem jó. Majd nem jó. És fél egy. Jó. Oké. Okay. Ja, értem. Aha. Jó, oké. Okay. Valami kinyílt. De mi nyílt ki? Ez is nyitva van. Nincs itt semmi. De akkor mi nyílt ki? Ne idegesítsé már. Valami kinyílt. De hol és mi? Ne. Mi? Most gondolkozok. Hatom egy nyikkanást. Ami kinyílt. Nagyon hol? De itt volt a nyikkanás, szóval vagy fölöttünk van. És akkor fel kéne menni a... emeletre. Ó, de hogy jó, hogy nem tudom. Hát... nem jutottam igazából sokra. Na nézzük, mi van itt. Ahhoz, hogy középen van egy zár, egy kulcs. Kellene hozzá a... ez a óra, a elállított, és mondom, hogy két ablak. Két ablak. De itt három van nyitva. Be kell csukni. Valami megint recsent. Megvizsgál. De itt csak ennyi van. Nem értem. Nincs itt semmi. És feketeségen kívül. Ez még miért vannak itt? Nincsen semmi funkciója, csak úgy van. Nem értem. Megijedtem a izétől. Na várjál. De itt még van rajta valami. Egy akasztó lenne. De itt meg nincs rajta. Jó, van, érdekes. Az egy izé, egy... tartó, ez egy ilyen lámpa. Egy ilyen, ilyen. Gyertyatartós.
Nem érdekel. Nem érdekel. Még mindig. Micsoda? A laksor. Ez eddig is itt volt? Mennyi gyógyszer? Nincs esetleg gyógyszer. Nem bírja abba hagyni, nézd már meg, hát nem hiszem el. Nem érdek... Ez egy zaklató. Alaksor. Van alaksori kulcs. Vagy hova kell lerakni a gyertyát? De lerakom, ha kell. Jó, és akkor most a kérdés ilyenkor, hogy... Hát persze, hogy vihar van. Utolsó gyógyszer. Akkor eldobom. Ez is használhatatlan. Hát ez... Ez csodálatos. Akkor a vak sötétbe kell levelnem, nem vissza, ahol eldobtam. Ahol az a luvnya áll. Egyszerűbb lenne, hogyha mondjuk megölne. Nem tudom. Gyere ide, te szuka! Nem mondod, rohamosan csökken, tisztában vagyok vele. Lehet megszakító elektromos szobában van olyan? Ez tök jó. Hol az elektromos szoba? Vagy hittem van ilyen szoba? Meg fog ölni. De senki se zavarjon. Ha véletlenül elkap, ne ijedjetek meg. Jó. Én sem fogok, csak háromszor egy hónapban. Hát én indultam! Hogy... Basszalak meg. Hol van a... szoba. Az alaksori szoba. Alacsony, hát... Így jártam. Elektromos szoba? Hol az elektromos szoba? Megőrülök. De kiállok a fényre. Azt megint gondolkoznom kell. Nem tudom. Nem tudom. És ez baj. Se gyógyszerünk sincs.
Semmi. Tehát így konkrétan lófitty. Nagyon jó. Azon gondolkoztam, hogy visszament vissza... Nem tudom. Nem sikerült elmenekülni! Nem baj. Ez nem olyan rossz dolog. Megnézzük, hogy hol volt az előző automatikus mentés. És... reménykedjünk, hogy jó helyem. Istenem, nem hiszem el. Na mindegy. Elég szar helyen volt. Meg ez annyira, ez végül is annyira nem szar. Mint a kétszer ilyen... szar lenne. A kérdés az, hogy hol van a... áramos. Mert nem emlékszem. Mert azt látom egyébként, hogy ott az áramos kulcs. De... valamit szerintem még nem csináltam meg. Jaj, még nem szedtem fel az alaksori kulcsot, mi? Nem. Vagy várj, ez mi? Ez a garázs. Akkor majd vissza kell majd menni a... abba a tévészobába. És ott lesz a... izé. Na. Ez kell. Ez ilyen vizes. Szerintem itt kell lennie való az alaksorba. A izének. Mi ez? Fú, de süttyó vagyok, öcsém. Ó. Nagyon jó. Ó, de jó. Nagyon jó. Ennyi. Megfelelően működik, de mégse. Ah, de igen. Jó. Hála, ez csak nagyon véletlen volt. Mert... szóval ezekben már nem sok van. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy eldobom. Veszek föl egy másikat. Ezt eldobom. Veszek föl helyette egy ilyet.
És van itt egy gyógyszer. Nagyon kéne. Jó van, hát igazából itt most már jók vagyunk. Székbe került a szék. Milyen szék? Milyen szék? Nem, mindegy. Az iránytű is bekerült. Jó van. Megjöttem, hogy rám kúrta az ajtót, basz meg. Ó, hogy szakadjon rá, vagy két mázsak a majom. Na! És jó, és akkor visszakerültünk ide. És akkor itt most nyaldád meg. Most elméletileg van mindenhol áram. Úgyhogy az nagyon jó. Nekünk legalábbis. Csak fel kéne kapcsolni a dolgokat, mi? Ó, de jó ez az. Jó. Ez nagyon jó. Ez... Szuper. Szuperó. És akkor ugye ezt még nem csináltuk meg. Szóval mindleg ez működik, nem? Oké. Egy valami kattant. Jó. Még egy kattanás. Király, és akkor itt kell lennie 6 órának elméletben. Jó. Itt nem lehet ment... Miért is lehet? És akkor itt mi volt? Nem tudom, mindegy, itt volt... Ja igen, 3:30, 6 óra, és 11:30. Igen. Na. Most nem kattant semmit. Elrontottam. Szerintem ezt rontottam, ezt a kis... Dúdolás. Milyen dúdolás? Jó, elbűnt az ajtó! Két kezedre van szükséged, nagyon jó. Mi van? Még fel sem szedtem a másik kulcsot. Az alaksori kulcs volt. Mi? Most nem mit kell csinálni?
Na jöjjél! Már meg. Kus. Megfelelően működik, azt nem. Jó, hát... Elmentett a játék, oké. Okay. Nem mond semmit, senki. Hál' Istennek. Jó van, én nem megyek be. Adjál békén. Már beragadtunk. Ó, itt is, itt van, itt innen kezdődött ez a baba lófasz. Ez egy baby alapállomása. Tényleg, de nem ide kell fölrakni a játékokat? Mi is oda? Van még egy, amit nem találtam meg. A szopac. Látom. Na jó van. Hát van még mit megcsinálni. Van még egy, amit nem találtam meg. Öt nulla. Három, hét, három. Elmentett a játék magát. Öt. 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 5-0-3-7-3 Ez mire jó? Biztos nem hiába vinnélt meg ez itt. Biztos erre kell. Most van mutatója. Öt. 5 óra. Öt, nulla, éjfél, azaz nulla óra, három, öt, nulla, három, hét, zero, három, hét, hét. Oké, okay, az is három. Mi az...
Jézusom! Micsoda? Miért nem jövök hozzá? Ez megbolondult. Ennek valami baja van ennek a nőnek. No problem! Oké. Ott a baby lúvnya. Úristen. Ó! Micsoda lakberendezés! Aha. Oh, micsoda szép székek. Hűha. Csak nem, hogy a nagy ház alakítást hívtuk át ide. Elég jó. Otthonos. Na, mi lesz a vacsi? Hát, egy kis nyúlvány. Itt nincs semmi érdekes. Ha itt se. Valami gyógyszer? Nem hát. Ja. Befele nyílik, mert az... Jó Istenem, nem akarom. Utálom az ilyen gyerekes, hangos dolgokat. Ettől agyrohamot kapok. Na, nem a gyerekektől, hanem az ilyen horror gyerekektől. Istenem. Itt a pokolban. Én is így pont így érzem magamat. Közel 40 fok van. Ó. Oh. Mi történt? Tök jó. Na, nagy házalakítás megtette a dolgát. Ennyike. Oh, itt is egy. Meg itt is egy, ja? Csodás. Na, de... Arra kell lemenni. Hát, jó. De mit gondolkozik mindig ennyit ez a bejátszások? Ó, Isten. Ugorj bele, azt már megvan oldva. Roger nyúl. És most hova kellett ez a kütyű? Amúgy ez a tekerő bizbasz. Mert mindig nem tudom. Oké, hogy ide visszajöttünk is. Nézd, mert hát összevérzi a padlót. Fú, de szép. Oh, de jó, úristen. Vaj.
két kézre van szükséged, hát. Jó. Értem. És ezt kell odaadni a nőnek? Pörőj beköt a tárolóhelyiségbe. A bébél beköt a tárolóhelyiségbe. Hol vagyok? Az egész azért volt, már inni akart egy teát, meg a gyereket. Jó van akkor. Most mit rész? Basszantyú! Ah! Ott a játék! Fel kell menni az emeletre. Csak megjelentek. Vó? Csak én láttam, úgyhogy... Nem. Nem. Ez most, ez nekem jó. Elmentette a játék magát. De erre se jöttem rá, hogy... Bazd meg. Szóval ezt kellett volna összerakni. Végülis ezt sikerült rakni, csak nem emlékeztem rá. Jó van akkor. De most megint én röhög! Hát odaadtam neki a gyereket! És mit kell csinálni? Használ. Az egy ku... A zenedoboz kulcsa! Ja, mégis ott van a lent az alaksor kulcsa is. Azt is föl kéne venni. Jó, röfögj oda bent. Na. De milyen? Tehát egy bakelit lemezt. Micsoda? Megint elmentette a játék magát, és hol van itt bakelit? Hol kell itt bakelitezni? Hát én este nem lett olyan szar, mert már meg is öl, akkor elmentettem. De te most mit recsek? Nem értem. Hol van itt bakelites? Mert hogy... Mindig le vannak láncolva ajtók. Nem akarom. És nem a villanykörte, nagyon jó. Alaksor. Nagyon jó. Ezzel a lámpával is történt valami?
Igen. Na van akkor. Na. Van egy alaksori kulcsunk, ami nem tudom, hogy mire jó. De van. Most akkor hol az a bakelites? Valahol csak van. Egy ilyen... Nem tudom. De hol? Öcsém, hogy mekkora egy ribanc. Na. Gondolkozzunk. Elmentem. A 800. foglalatban. Itt már egész jól állunk egyébként. Gondolkozok, hol van ilyen... Hol volt? Mert azt hiszem láttuk már. Hol volt? Hát nem tudom. Ja, Istenem! Komolyan mondom, olyan az agyam néha, mint egy... rokkant nyugdíjasnak. Nem tudom. Nem tudom. Mi van? Mi van má? És gondolkozok még mindig. Megőrít ez a... Dolores. Még milyen alaksor? Értem. Van nálam egy garázs. Most értem a garázs kulcs az miért van, mert itt van a garázs ajtó. Meg alaksor. Habár az alaksorban van egy ajtó, ami nem nyílt még ki, szóval... Oda be kéne nézni. Ha amint hogy ez a... alaksor, vagy nem tudom. Na, az ajtó. Mondjuk ez. Nem. Hát akkor! És játék nem ment automatikusan, ha szükséges, ments manuálisan. Jó, 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 oké. Most már azon nem újjék. Ó, itt akkor nagy boss fight lesz. De kéne az iránytű.
Honnan tudom, hogy mi? Honnan tudom, hogy hova kell menni? Bezáródtunk. Te jó Isten! Fogyunk, a legfelőre kéne menni valami. Azt mondom, csak megpróbálkozok itt egy ajtóval. Nincs interakció. Semmi sincs. Jó, akkor... Azt. Azt. Kukkol a nő. Jaj, nem akartam... Van mindegy. Kellett egy kis gyógyszer. Na jó. Nem mutat semmit se. Hasznos vagy te is. Jézusom. Zolufnya mindenhol ott van. Ott kukkol. A másik ott, ott izé táncol. Ott meg szintén. Leesek, nagy baj lesz. Az iránytű az arra van, hogy nézegessük. Ezek a hangok. Amúgy. Hű, baszki. Oké. Nem tudom, hogy hol vagyok. És azt, hogy hova megyek. Te jó Isten! Hova kéne egyetlen menni? Hát fingom nincs! Valami szörnek hangja van. Fú, de rossz! Ez meg levisz le. Tehát teljesen le. Nem értem. Szerintem tudni valami jön, azt megöl a francba. Majd leugrunk a szántunkból. Engem nem kapál semmi. Jézusom, ott is van lent egy ajtó.
rettenetes. Jó van. Tudom, tudok tovább menni. Aj. Hát, bajba vagyok. Houston. Nem is kicsi bajba, hanem nagyon nagy bajba. Nem tudom, ja Istenem. Jó van. Ez a lófigyfagy nem jó semmire. Csak arra jó. Na jó. Mi van, ha... Nem tudod még semmi. Hát ez csodálatos. Akkor... Máshol nem is tudok menni, hát már... Vagy így oldjuk meg a dolgokat. Nem nyílik. Miért is nyílt volna? Hát... Oké. Még nem veszettük el a reményt. De minden indultam. Most visszajöttem az elejére! Szóval, ha szar helyre megyek, akkor beindul az a hülye zene. Na, vagy nem. Nem tudom amúgy, csak tippelek. Nem tudom, megyek, amerre látok. Nagyon szép ez az a zenő. Ah, itt is zene van. Semmit nem lehet csinálni. Semmi.
Kinyírom. Mutasd az iránytű. Mutasd az utat, megörülök. Léci, mutasd már! Istenem. Ebbe ez magától össze-vissza mozog, nem is mozdítom. Nem hiszem el. Jó van. Hoppá! Hoppá! De nem csinál semmit. Ez tuti. Tehát ez hold biztos. Átgondolom az életemet. Mert ugye ez a tag nem tud ugrani, tehát... egy szamaró. Csodálatos. Ja. Már meg is fázok 40 fokba. Csodás lenne amúgy. Nem tudom. Gondolkozz! Thank you.
Hát... A zene irányába kéne menni. De annyira nem hallom, hogy honnan jön. Fölöttem van valahol. De nézzük akkor, hallom, hogy fölöttem jön, vagy a zene. Valami. És ez a zene meg az a zene, hogy nem jó irányba megyek. El tudok aspektálni. Amíg ezt a zenét hallom, addig jó az irány. Mosogat anyám a lelkét. Onnan föntről. Vedd csak a tükör előtt. Ez igen. Nem is lehet fölmenni. Az az egy ajtó van még. Azt meg onnan lehet valahogy elér... valahogy. Akkor most vagy... abból az ajtóból jön? Vagy valamelyikből? Mi van? Oh. Akar működni, hát az jó. Ó. Ó. Oké. Mi? Ez a kukkolószoba.
történik? Wow. Jól tetted? Ahányszor meg lekíseltél, köcsög. Oh. A most bezzeg van? Jó van. Lehet volna még egy kazetta, csak nem találtam meg. Videókazettát. Tehát egy előrehaladást jelentő tárgyat, mostantól megtalálod. Előrehaladás? Milyen előrehaladás? Hát... Ez meg mi a... De tessed egy fejezetet, micsoda? Még messze nem végeztél. Jaj, de tőlem, hát ez olyan jó, köszönöm, de hát el akartam is mondani, hogy amúgy tökre unatkoztam, hát fedezd fel még egyszer a házat. Ó, igen. Várjátok, a szívem nem bírja a stresszt. És új, fontos tárgyakra bukkanhatsz, melyek új útvonalakat nyitnak meg előtted. De nem akarok új útvonalat, a házba akarok kijutni. Cseszd meg. Lápogass el az eredeti szobába. Azaz ebbe. A hatásod nyomkövetéséhez. Emebb az új fejezet is indíthatsz. Hát... Nyaskem. Micsoda? Oké. Akkor elmegyünk abba a szobába. És eltűntek a tükrök. Ha bekattanok. Szóval elmegyünk ebbe a szobába. Hopp! Ó, anyádat! De itt már jöttünk föl. Ja, csak nem jutottuk ki. Jó van, hát... Most nem úgy. Jó van. Jó van. Jó van. Most szopac, hogy van még kettő fejezet ebből a játékból. Ah, micsoda! Micsoda! Én ezt nem értem. Itt már a vége volt, úgyhogy ide mentek. A legelejére. Újat kezdünk. Jó. Hát gyerekek, ez nem, ez még egy darabig, ez lesz. Ez a játék a fogok játszani. Ú, de jó.
Úgyhogy nagyon, hát ez nem tudom mit megfogalmazni konkrétan, amit érzek. Így nagyjából, de egyébként örülök, mert de örülök, semmit nem értek. Az örülök, hogy ezt befejeztem, és ez tök király, de nem értek, mi történt, semmit nem értek belőle, mi történt, úgyhogy mindegy. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztek, remélem tetszett a Doloresnek a chapterjei, vagyis, amit ugye a fejezetei, de maga az egész fejezet darabokban. Úgyhogy én igazából tetszik, de nem értem, hogy mi történik. Ja, jó lenne valami sztori alapot magamba súlykolni, hogy most mi történik, mert nem értem. Na, mindegy. Igazából köszönöm szépen, hogy velem tartottál a Dolores-es fejezetnél, és mindenki, aki megnézte, és ha csak valaki most találkozott velem, és most kattintott erre a videóra, és tetszett, amit látott, akkor ne habozzon, esetleg megnézni az előző epizódokat, ha mondjuk ez tetszett, vagy szétnézni a csatornán, illetve akkor megtisztelni engem egy feliratkozással, és ne féljétek, aki már fel van iratkozva, vagy aki még nincs, de majd gondolkozik rajta, vagy éppen feliratkozik, de nincs megnyomva a kis csengőikon, az nagyon-nagyon fontos, hiszen csak akkor küld nektek a YouTube értesítést arról, hogy bármit feltöltöttem a csatornára. Viszont van egy nagyon jó Discord szerve, amit lenni ugye találtok a leírásban, és hogy oda csatlakoztak a Discord, egyébként az mindig szólni fog nektek, ha bármit feltöltök a csatornára. Általánosságban a Discord hamarabb is jelez, mint maga a YouTube. Van ilyen? Úgyhogy én tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy mindenki, aki nézett, az velem tartott. Úgyhogy találkozunk következőleg. Sziasztok!